Sziasztok, üdvözöllek benneteket egy újabb videóban. Most ez a videó, ez vasútmodellezős videó lesz. Már többen kértétek, hogy jó lenne, hogyha újból lenne ilyen vasútmodellezéssel foglalkozós videó. Ebben a videóban a legújabb szerzeményemet, egy DB IC2-es motorvonatot szeretnék bemutatni. Így néz ki a dobozban. Ez a modell ez nem startsettes, hanem rendes ilyen dobozos modell. Három részből áll. Ugye kicsomagolom nektek, nem mutatom. Három részből áll. Van egy mozdony. Ő. Van a vezérlőkocsi. Ő. És van egy betétkocsi. Egy, hát utasellátó, úgymond, magyarul, restaurant. Ő belőle áll a szett egy kicsit beszélnék a ic 2 -esekről. Az IC2-es a DBAG 1995 és 97 között szerezte be, összesen 44 darab készült, gondolom 44 szerelvény. Ez úgy áll össze, a 6 darab betétkocsi van, van a vezérlő, meg a mozdony, és ezek azért jók, mert könnyen csatolhatók, hogyha nagyobb kapacitásra van szükség. Ezek inga vonatok, úgymond. Szóval 44 darab van a DB-nek. Hát ehhez még kellene még vásárolni 5 darab betétkocsit, hogy teljes legyen a szett, de én nem, biz, nem hiszem, hogy fogok hozzá nagyon vásárolgatni, meg az az igazság, hogy lehet, hogy a későbbiekben meg is fogok tőle válni, mert uh, nekem egy kicsit típus idegen, csak úgy gondoltam, hogy veszek egy ilyet is, hogy legyen ilyenem is. Na hát így néz ki a mozdony. Csecse, -cse, becse, DB digitálisan előkészített, de analóg maga a modell. Majd kerül bele egy dekóder, és ilyen fix kuplungokkal vannak összecsatolva a kocsik. Így néz ki a vezérlőkocsi. Ebbe is van zárfény, itt van a világításhoz szükséges áramszedés. Ebbe is van zárfény, meg menetfény, Irány szerint váltja a fényeket. Ez egy használt modell, de megkímélt állapotban van. És itt van a betétkocsi is. Ez a biztos kocsi. Így néz ki. Még jobban örültem volna, hogyha egy másodosztály van benne, de hát ezek szerint ezt így árulják. Megmondom az őszintét, hogy nem is figyeltem, mikor megvásároltam, hogy milyen betétkocsi van benne, de hát ez általában az így szokott kinézni, hogy ez a szett csak úgy néz ki. Majd, ha gondoljátok, akkor a a közlekedési múzeumos kiállításon majd meg lehet tekinteni ezt a motorvonatot. A közlekedési múzeumba, pedig az utolsó augusztusi hétvégén és az első szeptemberi hétvégén leszünk majd láthatók. Mind a két héten, nél a hétvégén szombat-vasárnap lesz nyitva a kiállítás. Akkor lehet megtekinteni üzem közben a asztalunkat az egyes villamos És ha minden igaz, akkor augusztus utolsó hétvégén akkor ilyen ikaruszos rendezvény is lesz. Szóval érdemes lesz kilátogatni a északi járműjavítóban a közlekedési múzeum időszakos kiállítására. Na hát, röviden és tömören ennyi lett volna. Szóval a DB 1995 és 97 között szerezte be ezeket a motorvonatokat, összesen 44 szerelvényt gyártottak a számukra. Le van itt író sok minden, mert a Wikipédiáról nézem, de én most nem akarok itt hű, de nagy dolgokat elmondani. Nagyjából ennyi. Az ic egy az annyiba különbözött, hogy ott két gép volt, mind a két végén mozdony volt. Ez a kettő, van a három, az már ilyen nagyon futurisztikus azt a Pico adta ki, ezt a Rocco adta ki az ICE 1-est, 2-est a Pico, a Rocco adta ki, a 3-ast a Pico és talán már ICE 4 is van a DB-nek az egy kicsit ilyen kockásabb kinézetű hát ez is ilyen gyors vonat tudjátok, majd hát ha egyszer nálunk is lesznek ilyen gyors vonatok mondjuk előbb pályát kell építeni Hát ennyi lett volna ez a rövidke kis vasútmodellezős kis bemutatós videó. Remélem tetszett, Találkozunk egy következő videóban is. Lehet, hogy lövök egy-két képet, és akkor Herla Fanatikon meg tudjátok nézni. Tudjátok, hogyha költöztet, és akkor Herbák Isten és fia. És lesetek rá a modellnek a Youtube csatornájára is. Iratkozzatok fel, érdekes videókat készít különböző modelleknek az építkezéséről, építéséről csinálja például a Warburgot, a delorean visszajövőből autót, építi a Ikaruszt. 1-12-est, a Robot Zsorut is építi, és folyamatosan tesz fel videókat a 1-72-es buszokról is, hogy éppen miket építget abból is mert azokat is átépíti, lefalazza az ajtót, kicseréli az ajtót, meg sok minden jó dolgot csinál velük. Nagyon van, találkozunk egy következő videóban, sziasztok!